Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai podcastunkban, Attilával vagyunk itt szokás szerint. Üdvözlök mindenkit! Úgy gondoltuk, hogy ma a téves beidegződésekről szeretnénk pár szót szólni, tehát mi az az öt legfontosabb vagy legsúlyosabb téves beidegződés, ami a kereskedés vagy az elemzés során felmerül? Így van, hát amit most így megbeszéltünk egymás közt, hogy akkor ez egy a nagyon népszerű dolgok, amiket az emberek szeretnek, hát hogy is már lehet, hogy tévesen megközelíteni, vagy hibásan megközelíteni, legalábbis szerintünk. Az első ilyen az például ugye a FIBO-nak a behúzása, illetve megutalazásáról kérlek, mondd el a tavasztalat, hogy mikkel szoktál találkozni.